Az embernek a sorsa azt hozza, hogy egy ilyen mester mellett tanulhat, mint Makovecz Imre, akkor számomra legalábbis teljesen természetes dolog volt, hogy én Makovecz házakat akarok csinálni. Természetesen Makovecznél makovecebb házakat, és Makovecznél nagyobb építés szerettem volna lenni, nem kérdés. Ennél nem érdemes neki indulni a dolognak. Aztán, amikor az ember beleássa magát az ember ebbe a folyamatba, akkor rájön, hogy ez nem olyan egyszerű ez a dolog. Ez nem úgy megy, hogy kisebb meg nagyobb, hanem úgy megy, hogy van egy út, amit a Jóisten kijelölt. És mindig az a kép van bennem, hogy majd oda át. Nem azt kérdezik, hogy nagyobb lettél-e Makovecznél vagy bárkinél, hanem azt, hogy befutottad-e azt az utat, amiért oda mentél. Az építész építése önmagával kezdődik. De a legfontosabb, ahogy Ferenc István egyszer ezt kifejtette, az arányérzék. És az arányérzék az, ami, ahogy ő mondta, nem tanítható képesség. És az arányérzék az, amely egyébként életünket is rendezi. Az, hogy egy épület hogy viselkedik, és ez számomra az egyik legfontosabb dolog, mert mégiscsak egy közösségbe, egy épített közösségbe, társak mellé épül, és társak fogadják be, azaz emberek fogadják be, hogy nekik szóló legyen ez az épület. A stíl pedig olyan, hogy az első épületeim azok, mire kialakult egy ilyen, hogy mondjam, formai és tartalmi megjelenés is, mondjuk nagyjából a Budakalászi faruház volt az első, amely karakteresen ezt hozta, akkor egy jó darabig avval ugrattak a kollégák, és igazuk volt a kritikába, hogy hát igen, tömegében, meg viselkedésében talán még igazodik a túria többi épülethez, amikor valamit tervez, de hát igazából mindenhol túrit csinál. És ez kétségtelenül igaz ma is, hisz az ember önmagát nem hazudtolja meg, és nem is kell, hogy meghazudtolja, de sokkal erősebb a regionális íz az épületeimbe, mint kezdetekbe. És hát, bocsánat, egy idő után az embernek kialakulnak bizonyos mesterfogások, amelyeket alkalmaz. Úgyhogy, ha meg kell határozni azt a fajta építészetet, amit én csinálok, ez egy organikus regionalizmus tulajdonképpen. Budakalász főépítésze lehettem 1996-ban. Én a példamutatásra építettem fel a főépítészi tevékenységemet, mert nem hiszek abba, hogy valaki egy asztal mögött ülve, szabályzatokat írva, beépítési százalékokat kántálva bármifajta kulturális tartalmat tud létrehozni. És ez hatott. De a példamutatást rendkívül fontos dolognak tartottam, a családi háztól kezdve a gyógyszerüzemen át más létesítményekét. Kicsi helyreállításokig, egy úrnapi kápolna megmentéséig, amit krumpli veremként használtak, egy félig kidőlt kőkeresztnek a helyreállításába, vagy egy útszéli kútháznak a megépítésében. Ez a példa és ez a magatartás volt az, ami szerintem a legfontosabb volt. Nyilván a döntéshozóknak, hogy helyzetbe, hogy képbe hozza őket, hisz ők számokat látnak, amikor egy rendeletet hoznak, nem érzékelik, hogy ennek a valódi tartalma, ami el kell tudni magyarázni. Ez szerintem többek között egy ilyen kisvárosi, falusi főépítésznek a dolga, a példamutatás. Amikor házat tervez az ember, főleg családi házat,
akkor nem tudok attól elvonatkoztatni, hogy nem én fogok benne élni. Én nagyon sok minden dologra föl tudom hívni a figyelmet, hogy ez így kényelmetlen, nem biztos, hogy jó. És általában ezt megfogadják az emberek, de legalábbis mérlegelik. De nem az én életterem lesz ez. És amikor a Vörösiszap katasztrófa bekövetkezett, és bennünket a katasztrófa védelem megbízott abban, hogy segítsünk ott lent, akkor ez volt az egyik dolog, amit elhatároztunk, és amit ugyanúgy, ahogy a Berekbe végigvittünk itt is, hogy azokkal az emberekkel, akik tegnap még nem akartak építkezni, élték a boldog életüket a házukba, úgy beszélgessünk, minthogyha építtetők lennének, minthogyha építkezni akartak volna. Természetesen figyelembe véve a sokkot, amit kaptak, természetesen figyelembe véve a sértődöttségtől kezdve minden olyan állapotot, ami egy ilyen katasztrófával együtt jár. Tehát azt csináltuk, hogy 15 mintatervet elkészítettünk, és konzultációt tartottunk. Tehát leültünk velük, volt egy alaprajz, homlokzatok, egyéb ilyenek, és megkérdeztük, hogy hogy szeretne élni. És átrajzoltuk ezeket a terveket. Általában nyilván a belsőt, de volt, akinek kifejezetten a külsőnél olyan ambitust akar, olyan tornácot. A cél az volt, hogy a sajátja legyen. Mert ha csak úgy kapja, abból egy ilyen tragédia után soha nem elég. Mert ilyen méltánytalanság után a világ összes adománya nem elég, mert azokat a sebeket nem tudja gyógyítani. És szépen lassan az övék lett. Minden ház történetes. Ha ki kell emelnem egyet, akkor a legutolsó házamat, a budakeszi Széchenyi általános iskolát említeném. Részben építészeti felfogásában egy olyan szerkesztésű, olyan felfogású épület, ami valahol az organikus építészetnek és a modern építészetnek a határmesdjéjén helyezkedik el. A másik dolog, hogy itt sikerült megcsinálnom azt, hogy tényleg egy iskola, aminek a meggyőződésem szerint az archetípusa az a kolostor, ahol az élet udvara van, és e köré szerveződik minden, és egyébként meg egy iskola aulával, sportcsarnokkal együtt minden olyan dologgal bír, amiben rendezvényeket lehet csinálni, notabene kulturális rendezvényeket is. Siker, nem tudom. De valahogy úgy van ez, mint ahogy Hamvas mondja, hogy az életnek nem célja, hanem értelme van. A siker mindig pillanatnyi dolog. Siker egy ilyen kiállítás. Siker az, hogy sok ember jön el, és az ember vállát lapogatják. Ez nagyon jól esik. De nem ez a lényege a dolognak. Hanem, hogy azt a bizonyos utat, amire említettem, ahogy kisember megfutottad-e utadat, ezt mennyire hitelesen tudja az ember járni.